Üdvözlöm Önöket! Égető Gabriella a Szabadkai Zeneiskola volt tanára, kórusvezető, a Promuzika Kamarakórus alapítója. A kórus idén ünnepli fennállásának 45. születésnapját, ennek ürügyén beszélgettünk természetesen a promuzikáról, a pedagógusi pályáról, az őszi rózsáról, Roland Garrosról és sok minden másról. Jó napot kívánok, tanárnő! Ugye a Promuzika 45. születésnapját ünnepli, illetve 46-ba lépett, ebből ön 30-31. Évet vezette tulajdonképpen a kart. Ezek az emlékek kopnak, vagy nagyon frissen élnek önbe? Úgy tapasztalom, hogy nem kopnak, mert továbbra is kísérem a kórusnak a munkáját, és az ő föllépésükor úgy izgulok, mintha saját magam állnák ott előttük. Közben felesleges nekem izgulni, hiszen azok, akik utána foglalkoztak a kórussal, nagyon ügyesek voltak, úgyhogy jó kezekben volt a kórus, és ezért nekem olyan nagyon szép érzés valóban. Őket jó kezekbe tudni. Igen, és hogy még vannak, és vannak olyanok, akik már a megalakuláskor kezdtek énekelni, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés. Ha azt mondom, hogy 565, akkor igen, erről mi jut eszébe? Az 565 az valószínű annyi föllépése így volt, igaz, a kórusnak. Igen. Így igaz. Igen. Így igaz. Ezt ennyire de akkor nem tartja számon, csak így, hogy... Nem, itt vannak olyan ügyesek, mint például a Tumbasz Gabi, aki mindenről értesít mindenkit, és mindent lejegyez. Úgyhogy az nem, ezeket a számokat nem jegyeztem meg. 1968-ban volt egy 17 tagú ideglenes kórus, aki akkor összeállt, és ez a 17 ember úgy döntött, hogy nem csak akkor az egyszeri alkalommal szeretne a kórusban szerepelni, ugye? Igen. És így jött az ötlet, és ha jól tudom, akkor keresztanyú is. Igen. Szóval abban az évben ünnepelte a zeneiskola fennállásának 100. évfordulóját, és akkor egy több mint 100 tagú kórus gyülekezett erre az alkalomra. A zeneiskola volt diákjai, tanárai, és az akkori diákok, tanárok, és akkor azokból ez a pár ember, aki tulajdonképpen kollégáim voltak, azok mondták, hogy hát nem hagyjuk abba világét sem, hanem folytassuk ezt, és akkor decemberben elkezdtük folytatni. És akkor természetesen olyan programot énekelt a kórus, ami erre a kis létszámú együttesre alkalmas. Most hozzávetőlegesen 30 tagot számlál a kórus. Igen. Ez egy kamarakórus esetében sok, kevés. Van-e? Beszélhetünk-e ideális számról például, létszámról? Ez még kamarakórusnak tekinthető. És ezen felül azt jelenti, hogy ha bővül a tag, akkor egész más jellegű dalok vannak a repertoáron? Igen. És ez meg is történt az évek során. A Belgráddal, ugye, működtek úgy van, Önök együtt? Úgy van. És amikor oratóriumos műre került a sor, akkor meg kellett, szóval nagyobb létszámú kórust kellett alakítani. Az egy nagyon szép emlék, hogy a beográdi Freskó Múzeumban énekeltük az a cappella programunkat, és én nem tudtam azt, hogy jelen van a beográdi, szintén promuzika elnevezésű kamarazenekarnak a dirigense, és a koncert után odajön és megkérdezi, hogy hajlandók vagyunk-e velük közreműködni, méghozzá Bach művekkel, Bach és a többi barokk zeneszerzővel. Hát azt elárulom, hogy a szívem csücske a Johann Sebastian. Igen, és akkor csak nézek, hogy létezik, ezt mondom magamban, és ez egy decemberi föllépés volt, és azt mondja, hogy májusban kellene, hogy azt a programot előkészítsük, és ott a TET színhelyén mi megbeszéltük, hogy a Hámol miséből és a Máté Pasióból milyen tételeket fogunk elkészíteni. És a folytatás az volt, hogy ő eljött úgy
május elején, hogy meghallja, hogy hát hogy áll a kórus, és akkor mi bementünk a Városháza dísztermébe, és minden kíséret nélkül, ott, mint hogyha a kapellát énekeltünk volna, elénekeltük azt a 6 tételt, ő meg ott lent ült, és amikor befejeztük, akkor azt mondja, hogy hát ezt szépen megcsináltátok. És akkor a együttműködés az úgy nézett ki, hogy a hangverseny napján ők jöttek Szabadkára, volt egy próba, és este hangverseny. Másnap beültünk a buszba, volt Beográdban egy próba, és este koncert. Úgyhogy a tagjaim azok velem együtt ledolgozták a délelőttöt, és akkor este ott helyt kellett állni. De ez valami olyan csodálatos élmény volt valamennyiünk számára, hogy ez akkor legalábbis nekem eszembe nem jutott, hogy ez valami teher lenne, vagy, hanem óriásira nőtek a szárnyaim. Az egy dolog, hogy önnek szíve csücske Bach, de hogy ezt a szeretetét át tud adni a hát nem is a diákjai, ugye, hát ezek felnőtt emberek voltak már, akik énekeltek, igen, hanem a kórustagok számára is. Ez azért nagy dolog. Miért pont Bach? Hát azért, mert ő az egyedüli, az óriás, a mindentudó. És én nekem könnyű dolgom volt, mert ez tulajdonképpen arról van szó, hogyha én nekem valamelyik mű nagyon tetszik, akkor ők érzik azt, hogy na, legalábbis azt tapasztaltam, hogy ők pontosan érzik azt, hogy az gyönyörű. És akkor én nekem az a megszólalás, hogy például gyakorolunk a próbán, és akkor egy foglalkozását tekintve gépészmérnök azt mondja, ez gyönyörű. Hát akkor szóval a zene megihleti a tagokat, a kórusvezetőt, és én azt is tapasztaltam, hogy ha mi szívből énekelünk, akkor a közönség is pontosan átveszi az az élvezetét. És a gyerekek is ilyen hálás tanulók voltak? Ugye 3 tantárgyat is tanított, jól tudom? Hát volt olyan, mikor 5-öt. Hoppá! Igen, igen. De ezek mind a kedvenc tantárgyaim voltak. Tehát mondjuk el összhangzattan, ellenpont. Ellenpont, formatan, akkor karvezetést is tanítottam valamikor, meg hangszerismeretet, meg szóval volt, amikor 7 tantárgy volt. De nekem az pont kezdőkoromban történt, és akkor azt én nem vettem tehernek, mert hiszen most jöttem haza az akadémiáról, és akkor nekem az nem volt nagy probléma. A kontrapunkt az első számú, az ellenpont, azért, mert a énekes kontrapunkt az a reneszánsz, és a hangszeres pedig a barokk. Úgyhogy az, hogy én azoknak a tantárgyaknak a titkait adom elő, az egy külön élvezet, de amikor az megszólal, ugye a kórusnak köszönve, hát ettől csodálatosabb. És Belgrádban végzett, ugye? Igen. Nem gondolkodott soha azon, hogy elmenjen Belgrádba tanítani az akadémiát? Nem, nem, nem. Viszont Újvidékre hívtak. És akkor... De oda sem ment? Meghívott a Zeneakadémia dékánja, és akkor én leutaztam, és amikor már lezálltam a vonatról, és megyek oda az akadémiára, azon gondolkozom, hogy mit keresek én. Szóval mindjárt azt mondta, hogy mi mindent kell tanítanom, plusz alakítani egy ottani promuzikát, ugye? És akkor hát ők az enyémek, hát csak nem hagyom itt őket. Még nem is tudtam, nekem az Újvidék nem egy szimpatikus város, ne haragudjon a világ, de... Aha. Ennyire kötődik Szabadkám? Igen, igen. És akkor még éltek a szüleim is, ő hozzájuk is, meg a családomhoz is. A zene szeretete honnan a tanárnőbe?
Édesapánk szobafestő volt, és télen, amikor nem dolgozhatott, akkor sok mindenfélével foglalkozott. Például ilyen híres festményeket másolt, de olyan formátumban, mint ahogy az eredetileg létezett. És rádióamatőr volt, és az éjjelenként, ugye akkor jött legtisztábban, jöttek az állomások, és mivel neki a konyhába volt egy ilyen kis sarok, az az ő birodalma volt, de én a konyhába aludtam, és számtalanszor arra ébredek, hogy valami csodálatosan szép zene van. És én nekem akkor nagyon sok mű tulajdonképpen, akarva, akaratlanul, az enyém volt. És akkor még gimnáziumba jártam, és amikor szólt a zene, akkor én csak olyan könnyedén rávágtam, hogy ez, és valóban az volt. És később jött a bökkenő, amikor már komolyabban foglalkoztam vele, és akkor már óvatosabb voltam, hogy hát ez lehet mondjuk egy korai Mozart, vagy egy későbbi Beethoven, úgyhogy... De a tanítványaival szemben viszont nagyon szigorú tanár hírében állt, és önt mindenki csak égetőnek hívta, igen, így keményen igen. A vezeték nevén. Igen, mai napig is, és nem bánom, mert tulajdonképpen úgy illik rám az a név, hogy égető. Úgy, amikor a negyedikesek, mikor ballaktak, akkor az volt a szokás, hogy csináltak egy programot, és abban a tanárokat imitálták. Hát én olyankor halálra nevettem magamat, potyogtak a könnyei, mert tökéletesen utánozták, hogy miket. Nem elég, hogy kívánja, hogy pontosan ott legyünk a teremben, mikor jön, utána már nem jöhetünk be, hogy a házi feladatot nem az óra végén, hanem ott van az asztalon előkészítve. De, és akkor, amikor rohantak föl a lépcsőn, akkor megjegyezték a kollégáim, biztos égető óra lesz. Mert amikor renoválták azt a padlás teret, hát azok csodálatosan szép kis termek. És akkor azt mondta az akkori igazgató, igen ám, de ki fog itt tanítani, ki ennyi lépcső. És mondom, az enyém lesz ez, és azt mondta, 55-ös volt abban az időben. Hú, annak olyan hangulata van annak a teremnek, és akkor ott ezeket a gyönyörű tantárgyakat tanítani. Igen, igen, szép volt. És azt is követelt a diákjaitól, hogy menjenek képzőművészeti tárlatokra, olvassanak sokat, járjanak színházba, mert hogy ugye önnek az az elképzelése, hogy a művészet az összművészet jellegű, és valahol minden lerakódik az emberbe. De most, ha egy zenész embertől, vagy zenei pályát választó embertől ezt kéri, akkor ez azt jelenti, hogy a zene máshogy szólal meg egy ilyen emberből? Abszolút így van. Például Kinka Rita Moszkvába ment egy Csajkovszki versenyre, és ott kötelező szám volt a Stravinsky Petuska. És a Ritának kiváló tanára volt, tehát egész biztosan tudta, hogy a Petruska miről szól. De amikor ott volt Moszkvában, akkor látta a balettet. És hogy az micsoda más, szóval egészen másképp közelíti meg azt a zenét, amikor ott van az előadás közben, és na hát nem mondjam, hogy a moszkvai Bolsói teáterben látta. És akkor azt mondja, hát ez az igazi Petruska. És akkor az természetes, hogy egészen másképp fogja megszólaltatni. És ez azt is jelenti, hogy a tanárnő szeret utazni? Hát most már nem, de még vezettem a kórust, akkor nagyon sok helyen voltam velük. Például Mexikóban? Igen, az volt a legmesszebb. De azok, akik ott abban részt vettek, és még találkozom velük, azt mondják, életüknek a legszebb napjai voltak. 10 napot voltunk ott Mexikóban, és minden nap ültünk a buszba, és mentünk a másik helyre. És nem csak az volt a gyönyörű, hogy most ott vagyunk, ugye, hanem volt olyan hely, ahol
kórus hangversenyt életükben nem hallottak az ott élők. És egy olyan színházban énekeltünk, ami tiszta fából volt, csodálatos akusztikával. És amikor közelítettünk a színházhoz, akkor kisült, hogy nagyon keskeny az úttest, ahol át kellene menni, szélesebb volt a busz. És az enyémek akkor lementek, és próbálták azt, ami akadály volt, hogy kicsit arrébb tolják. És hozzánk szedgődött egy ottani lakos, kisült, hogy ő a városelnök. És az is csinálta a helyet a busznak. Na, a folytatás az, ami megint nagyon tetszik, hogy ő tele volt a terem, és mondta nekük, hogy addig nem szabad tapsolni, még ő nem kezdi el a tapsot. Na, és akkor ment a program, halál, csend. Ugye én őket nem látom, csak az enyémeket, és akkor aztán mesélték, hogy azokat látni, azokat a csillogó szemeket, és az egyik mamának ilyen pici gyermek volt az ölébe, és a ritmust azt így verte a gyereknek a pelenkáján. De milyen érdekes, hogy ezt mondja a tanárnő, hát gyakorlatilag ön tényleg végig háttal van a közönségnek. Mit Igen. tud érzékelni egy-egy koncerten? Tehát mivel nem lát az érzékszerve, Igen. ugye az egyik ki van kapcsolva. Igen. Mennyire tudja érzékelni ott azt a hangulatot, ami éppen van? Hát néha nagyon nehéz volt. Például Újvidéken illetve a színháznak a kis termében, amikor énekeltünk, akkor, amikor kiment a kórus, és én is kimentem, és meghajolok, az a óriási nagy fény, és mindenütt fekete, minden fogalmam nem volt, hogy tulajdonképpen ül ott valaki egyáltalán. Én azt olvastam, hogy egyik születésnapján meglepték, és itt a ház előtt egy rögtönzött kis kórussal köszöntötték fel, és őszi rózsával, mert igen, hogy ez a kedvenc virága. Hát arról van szó, hogy egy fogalmam nem volt, itt volt már pár emberke, és akkor a Paskó Csaba volt a kórus élén, és azt mondta, Gabi néni, én nekem most el kell menni, és akkor mi a többiek ülünk tovább, beszélgetünk, és egyszer csak megszólal a kórus a ház előtt, és akkor már jócskán sötét volt, és kimegyek, és mécses tartanak a kezükbe, és énekelnek. Hát mondom, hát szóval azt is ki kellett bírni, és akkor mondom, tessék, gyertek be. És akkor, ahogy jöttek be, egyenként kapom a szálvirágokat. Na még az a szerencse, hogy volt mivel őket meg kínálni, de hát ugye ezt lehet látni, hogy ez mekkora terület. Itt tömve volt a két szoba, jöttek utána a konyhába. És miért az őszi rózsa? Én nekem az nagyon-nagyon szép, mert olyan sokszínű. És olyan sokáig szép, szóval nem egy kényes virág. Igen, ugyanolyan kemény, mint az égető. Hát igen, azt hiszem, hogy... Ugye ősszel virágzik, és ősszel már nem olyan jók a feltételek, akár a porozásra, megporzásra, akár igen, virágba igen. borulásra. Tehát nagyon kevés növény bírja ki, igen. főleg a rózsák családjából. És mondom, nagyon szeretem. Most, amikor megérkeztünk, akkor a tanárnő Roland Garrost nézett. Igen, igen. Nagy szerelme? Nagyon szeretem, azért, mert fiatal koromban játszottam, gimnazista koromban, és az a osztálytársam, akivel egy padba is ültem, azzal jártunk ki. Hát de mikor? Amikor szabad volt a pálya, és az olyankor volt, hogy fél egy, fél kettő, szóval a legnagyobb melegben. De azért azt úgy kibírtuk. Na és akkor utána sokáig nem, és amikor már itt dolgoztam akkor, és Huszár Elvira diákom kérdezte, égető tudsz teniszezni? Hát mondom, valamikor játszottam, most nem tudom, hogy az hogy fog menni ennyi szünet után.
Na és akkor egy ideig bizonyán vertük a labdát Paricson. Az azt jelentette, hogy égető fölült a kerékpárra, kikarikázott, ott ugrabugrált, és aztán visszakarikázott, és ezen csodálkozott az ottani tréner, hogy még ezt úgy megértem, hogy kiér, meg itt van, de hogy megy vissza. De akkor még lehetett. Az jó régen volt. Hát a mögött van most egy zongora, és igen, azt meséli, hogy minden évben fel kell hangolni újra, igen, a hőmérséklet változások igen miatt. Mennyit játszik a tanárnő? Játszik-e még? Nagyon ritkán, és szégyellem is bevallani, de így van, nagyon ritkán. Amikor diákjaim vannak, és problémájuk van, és akkor meg akarom mutatni ezt élőzenével, na akkor szólal meg ez a hangszer. És mások játszanak rajta? Jönnek magához? Mások játszanak rajta? Tehát van valaki, igen, aki eljön az égetőhöz, leül igen a zongorához, és igen, játszik? Igen, igen, igen. Amikor koncert előtt van például XY, akkor égető meghallgatod. Ez most elárulom, hogy kicsoda. Úgy hívják, hogy Görög Noémi. A Noémi jön játszani? Igen. De aztán, amikor látta, hogy elég rappancs állatpultban van ez a hangszer, akkor ő hozzájuk megyek oda, hogy... Igen. És akkor magának játszik? Igen. 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 A boszorkánynak. Igen? Igen, igen. Az, amikor megalakult ez a kvartett, a Garden Quartet, a volt diákjaimmal, ugye? Igen. Akkor hívtak, hogy hallgassam meg őket. Hát, de mondom, gyerekeim, hegedűhöz, ha bár annak idején tanultam hegedűt is, de ocsmányul játszottam, de mondom, ehhez nem értek. Nem baj, magától félünk, és akkor igyekezünk. Úgyhogy ezért kellett menni őket is meghallgatni. Köszönöm szépen a beszélgetést, én és kívánok még nagyon jó zenehallgatásokat, és nagyon szép élményeket. Na, az megyen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.